Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autórum YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Gyors történelmi áttekintés, ugye 1998-ban piacra lépett az első Ford Focus, méghozzá az Escortnak az örököseként. 4 évet kellett várni, viszont a jóval erősebb, nevezzük ST változatra, 2002-ben került ez a gyártósor után már a valós piacra. A mostani ST, a 2019-es modell viszont egy nagyon agresszív, elképesztően jól sikerült modell, ami népszerű is lehet a közeljövőben, és bőven belefér abba a csapatba, amit eddig a Renault Megane RS, a Hyundai i30N vagy éppen a Honda Civic Type R alkotott. Egy kiválóan jól sikerült 2.3-as, 2.80 lóerős benzines erőforrással szerelt autóról beszélünk, feszes futóművel, fantasztikus vezethetőséggel. Na és ebben a videóban nem is arról lesz most feltétlenül, hogy milyen hosszú az autó, milyen csomagtérrel rendelkezik, hiszen nem arra van ez a Ford Focus ST, annak ellenére, hogy utcai autóként is tökéletesen használható. Ugye pár ilyen száraz adat, amit érdemes kiemelni, ebben az autóban 20%-kal erősítették meg az első és 13-mal a hátsó futóművet, tényleg a futóműben minden alkatrészt kicseréltek és stabilabbá tettek, így például a felfüggesztéstől kezdve a kerekekig, 19-es papucsokon gurul, ugyanis a Ford Focus ST méghozzá Michelin Pilot Sport gumikkal, széles, marha jól kinéző gumikról, illetve felnikről beszélünk, ami jól is áll ennek az egész kasznynak. Az egész vezethetőséget viszont, és induljunk neki, szóval ezt az élményt, ezt a magával ragadó élményt a 2.3-as EcoBoost motor biztosítja, kettős megfúvású turbóról beszélünk, ami mindig ott tartja a nyomatékot, és amikor elindulunk, akkor is a pillangó szelepek nyitva vannak, direkt azért, hogy a turbó feltöltőn még pörögjön, és el tudjunk indulni, és 5,7 másodperc alatt 100-ra tudjuk röpíteni ezt a kasznit, ami elképesztően jó élményt garantál nem csak az itt a vezető ülésben ülőknek, hanem az anyós ülésen vagy a hátul lévőknek. Egyébként a hátul lévők is elférnek, 285 centis ember lazán be tud ide ülni ebbe a Ford Focusba. Külsőleg marha jól néz ki, 1 cm-t ültettek az autón, előre 330 mm-es dugattyús hűtött féktárcsák kerültek, hátul pedig 300 mm-esek. Ezek a féktárcsák, szóval azt lehet mondani, hogy tényleg jól megfogja az autót. Az igazi pláne az ELSD rendszer egyébként, ami azt jelenti, hogy egy ilyen elektronikus differenciál zárat szereltek az autóba, ergo a jobban tapadó kerekeknél simán az összes nyomaték rendelkezésre áll, stabil lett az autó, persze ez a módtól is függ. Ugyanis többféle mód van. Van egy slippery, mint például most ez a gányos, saras útnál jól tudna jönni, hogyha én nem vezetni szeretném ezt az autót. Normál, ami az ilyen normál használatra, illetve van még sport, sokkal hangosabb lesz ilyenkor az autó, kinyílnak a szelepek, a kipufogónak a hörgése, felhallatszik és még messze is nyugodtan nyomon követhető. De egyébként pedig, hogyha elkezdjük nyomni, most például ebben a sportmódban, akkor is jól látszik, hogy tök jól lehet jönni, és most kezdtek el a gumik egy kicsit engedni, de azért, mert nyálkás az út. Szóval ez most a menet stabilizálást és mindent kikapcsoló mód, a race mód, amit egyébként race trackre, tehát pályára javasol egyébként maga a rendszer is. Hogy hol látjuk a módokat, itt az előttünk lévő műszeregységen, teli analóg kijelzővel, illetve van még egy digitális, ilyen színes képernyőnk is, ahol a fogyasztást is láthatjuk, meg a hatótávot. A hatótáv az érdekesebb, a fogyasztás nem. 11-2-3-4 literből lehet kijönni, hogyha így nyomjuk, mint a vadállat neki.
és hallgatjuk ezt a gyönyörű hangot, amikor visszaváltunk, akkor is azért egy kis gázfröccse próbál minket kényeztetni a Ford Focus ST, de a lényeg az, hogy a fogyasztás tökre nem érdekes, autópályán egyébként 120-szal ki lehet jönni ilyen 8 liter alatt, szóval azért normál használata és abszolút alkalmas autóról beszélünk. Egyébként itt van egy központi kijelzőnk a Ford Sync 3 rendszerrel, és a 6 fokozatú manuális váltó baromi jól kapcsolható, rövid áttételezésű. Nem lehet abba hagyni ezt, nem lehet egyszerűen abba hagyni. Jöhetnek az elektromos autók, jöhet az elektromos Mustang, de nem érdekel. Tényleg ez. És ahogy durrog, visszadurrog ugye ilyenkor az autó, aztán az egyik legnagyobb élmény ebben. Szóval 6 fokozatú manuális váltó mellé még jár bizony 7 fokozatú automata is, majd ez később érkezik Magyarországra, a 8 fokozatú automatából hozták létre egyébként. Nyilván a start-stop rendszert be kellett szerelni, itt van a kormány, ami tök jó fogású, az ülés pedig Recaro, jó viszonyt ápol a két cég egymással már nagyon régóta, nagyon jól tart a Recaro ülés, nagyon kényelmes, ülésfűtés is van benne, amit ki is kapcsolok, mert most már egy kicsit talán sok lett belőle, annak ellenére, hogy kint egy kicsit hideg van. Szóval Bang & Olufsen hifi, ami egészen döbbenetesen jól tud szólni, még akkor is, hogyha 130-al azért már van szélzaj, van hangja. És itt 7000 körül tilt, kipörgünk, megyünk. És ezen az úton tényleg lehet itt nyomatni, lehet itt csapatni, az egésznek az élménye egészen fantasztikus. Én vezettem a Hyundai 30N, tehát ahhoz tudom a legjobban hasonlítani, de én szerintem a két autó abszolút pariban van egymással, egy kicsit erősebb a Ford Focus ST, a váltója egy hangyányival jobb a Hyundai-nak, de ez is nagyon szuper, a visszaváltás, a hanggenerátor, illetve maga a hangja a motornak, az egésznek, és itt jön, itt egy kicsit csúszós volt, mert a kamionok fölhordták az utat, pont ezért mentem bele rendesen, szóval szerintem a Ford Focus ST pont olyan lett, ami ennek a Ford megálmodta, több tizedet ver az elődjére, és sajnos már nem lesz belőle RS változat. Sajnos az ST marad most már a csúcs a fókuszokon belül, de azért mégsem sajnos, mert ez a Ford Focus ST pont olyan agresszív lett, amilyennek kellett. Ledes első fényszórók, ledes hátsó lámpák, oldalról is fantasztikusan jól néz ki ezzel az 1 centis ültetéssel az autó. Szóval szerintem a Fordnál a dizájnerek nagyon ügyesek voltak, talán a leghátulja az, ami egy kicsit átgondolásra kerületett volna, és nem azért, mert csúnyán néz ki, mert lefele ez a kis bővítés, ez szerintem jól áll az autónak, hanem inkább az, hogy a tolató lámpák ilyen régmúlt kialakításúak, ez az egy, amiben bele tudok kötni. Amúgy a pakolhatósága is jó a Ford Focusnak, bele lehet rakni 1-2-3 bőröndöt, szóval én szerintem a Ford Focus ST ki tudja hozni azokat az igényeket, azokat a vagányságokat, azokat a vezetési élményeket, amikre azok vágynak, akik ki szeretnének fizetni. Alapáron olyan 9,23 millió forintot, egyébként pedig nagyjából 10,7 milliót, mert akkor fogjuk megkapni már a legjobb felszereltségek egyikét. Ha pedig Ford Full Performance felszereltséget szeretnénk választani ezzel a gyönyörű kék színnel, amihez próbáltam hozzáöltözni, de nem annyira sikerült, akkor már azért még egy-másfél milliót hozzá lehet adni, tehát 12-ig meg sem állunk, de hát kit érdekel, ha valaki ilyenre vágyik és ilyen hangra, akkor bizony ki fogja fizetni azt az 12-3 millió forintot is, a konkurensek sem kerülnek kevesebbe. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a videót megcsináltam, és nagyon köszönöm a Fordnak. Nem mondom, hogy a világ legösszetettebb videója volt, nem is arra szolgált ez a videó, hanem arra, hogy az élményt átadja, és arra, hogy tényleg megmutassa, hogy a Ford Focus ST milyen képességekkel rendelkezik. Köszönöm a figyelmet még egyszer, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ha lehet, kövessetek az Instagramon és a Facebookon. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!